tapsolás. Drága barátok, ez egy fantasztikus pillanat, ez egy új kor az emberiség számára, új kor az egységre, szeretetre, az összes különbségek fölött, amit valaha éreztünk. Ez egy új kor, amelyben megmutathatjuk, hogy Európa képes egyé válni. És már is egyé vált, mivel már most érezzük ezt átéljük, és a gyakorlatban is végezzük ezt, mivel a mi utunk az elérés útja, amit teszünk, az, amit megkapunk. Tehát amit teszünk, azt kapjuk meg. És most mi végrehajtjuk ezt a nagyon gyakorlati cselekedetet, folytatjuk az egyesülést ezzel az idézettel, amit Krisz Horvátországból elolvas nekünk. Azért gyűltünk össze itt, hogy létrehozzunk egy közösséget mindazok számára, akik Balaszulam útját és módszerét akarják követni, egy utat, amelyen az ember szintjét járjuk, és nem maradunk meg állatként, ahogy ezt bölcseink mondták a verssel kapcsolatban, és ti bárányaim, a mezőm bárányai, ti vagytok emberek, és Rasb is azt mondja, ti vagytok embereknek nevezve, és a bárványimádok nincsenek embernek nevezve. Rabás szociális írás első cikk. Ebben a nagyon fontos pillanatban, mondja Krisz, mindennek a végén, amit eddig Európában tettünk, nagyon ebben a szív nyitó pillanatban kérjük hatalmas barátainkat, hogy beszéljem. Az egyik legnagyobb szív, akivel valaha találkoztam, az egyik olyan ember, aki képes, nem csak boldoggá tesz, amikor látod őt, hanem képes minket kihúzni magunkból, hogy mindenek fölé menjünk, amely a problémánk, amit addig átértünk, mert ő valóban képes megnyitni minket, a szívünket és a lelkünket. Tehát, ha jól értem, Edina, vagy Edine, az, aki beszélni fog. Köszönöm, Krisztián.
Én most érkeztem 15 perccel ezelőtt, és a taxi ajtaját kinyitottam, és Krisztiánnal találkoztam, és mondta, hogy beszélek a Jesivet haverimen. Mondtam, hogy milyen hatalmas érzés. Azonnal ezzel kezdem a kongresszust, az Egon felé emelkedjek, hogy érezzem a barátokat, érezzem ezt az atmoszférát, és igen, itt vagyok, és beszélek a Jesivet haverimen. Ez valóban elképesztő érzés, az, hogy itt lehetek, hogy láthatlak mindannyiótokat, és hogy emlékezzem az egész felkészülés során erre a hatalmas kapcsolatra, az akadályokra, amit mindannyiunk átélt, amivel mindannyiunk rendelkezett, és mégis minden akadályok felé emelkedtünk, és itt vagyunk, itt van Rav velünk, itt van Európa, itt vannak a barátok, itt van a kapcsolat. És kérjük, barátok, nyissátok meg a szíveteket, nyissuk meg a szívünket, és osszuk ezt a szeretetet, osszuk ezt a kapcsolatot egymással. L'chaim, barátaim. L'chaim. És hogy megpróbáljuk, megnyitni a szíveinket, a barátainkkal látjuk, hogy már nyit szívvel vannak, és rengeteg szeretetet tudnak adni nekünk, rengeteg inspirációt kaphatunk tőlük, és a mi drága barátunk, aki most csatlakozott teljes erővel, fantasztikus, mit tud megosztani velünk, Raziel, drága barátunk Raziel, tehát a következő barát, aki beszél. Köszönöm, ez hatalmas érzés, hogy itt lehetek. Én jöttem, és azt hittem, hogy felkészülten jöttem, de soha nem lehetünk felkészülve a Teremtőre, és hogy mennyire felemelő lehet az, amikor ilyen hatalmas számú barát között vagyunk, a szív mélyéről beszélve. Ez egy elképesztő érzés, ez az, amiért itt kell legyünk, ez az, amiért Európának egyé kell válnia. Mivel mi mindannyian valóban egyek vagyunk, szükségünk van a barátainkra, hogy felismerjük ezt, és hogy emlékezzünk erre minden egyes nap, minden egyes pillanatban, minden egyes lélegzetvételnél. Köszönöm szépen. L'chaim. As we continue, ahogy folytatjuk tovább, hogy megmasszírozzuk a szíveinket. Én emlékszem, amikor Izraelben voltam, találkoztam egy olasz sráccal a legcsodálatosabb mosolyjal az arcán, és hatalmas mértéken segített engem az ő szíve, hogy hogyan beszélt velem, hogyan közelített hozzám, hogyan nyitotta meg a szívét felém, hogy hogyan tett engem erősebbé, gyorsabbá, jobbá. Én életemmel tartozom neki valóban, és nagyon büszke vagyok, hogy most bejelentettem Dávidot, barátunkat Olaszországból, aki hatalmas erőt adott nekem, hatalmas erőfeszítést tesz ezen a kongresszuson is, hogy ő valóban számunkra egy hatalmas példát mutathat. Tehát Dávid, osszad meg velünk a szavaidat. Dávid, Olaszországban. Igen, ez nehéz, mondja Dávid. Nagyon nehéz, de ez az oka, én úgy érzem, hogy a tökéletes közösségben vagyok, valóban, a csodálatos közösségben. Én tudom, hogy elmerültem valami olyasmiben, ami tökéletes, és én látom a különbséget közöttem, és a között a tökéletesség között. Ez a tökéletesség megmutatja nekünk, hogy hol is vagyunk. Meg akarja mutatni nekünk, hogy kik is vagyunk, hol állunk, és elmondja nekünk, hogy nézd, hogy hol is vagy, ki vagy ez, hogy mit jelent minden, hogy gyere ide, ugorjál fejes, állandóan merülj el ebbe a nyomásba, ebbe a tolásba. Én ezt nagyon szeretem. Néha nagyon nehéz, ilyen tolás, nyomás, feszültség, de mégis elképesztő ez a szeretet, amit érzünk. Ezt nem látjuk még teljesen, mivel holnap megtesszük majd, vagy, de
De érezzük ezt, és tudjuk, hogy mi ebben a tojásban, ebben az anyagmékben vagyunk, és amikor valaki beszél a barátok találkozóján, kezdetben igazából, amikor tanultam, akkor nem értettem, mi a szabály, vagy mit meg kell történnie, és mi a szabály ezzel a beszéléssel a barátok találkozóján. A szabály csak az, hogy jól beszéljünk valakiről. A szabály az, hogy érezzünk valami jót a barátok fele, a közösség fele, a barátok fele, és ez csodálatos. Ravot kérdezte valaki, hogy mondd meg nekem egy könnyű módját annak, hogyan érjük el az egységet. Mondj el valami könnyű lehetőséget. Én azt hiszem, hogy nagyon egyszerű, amikor emlékszünk arra állandóan, hogy amit most csinálok, hogy figyeljek oda, hogy mennyi jóság van minden egyes barátban itt. És hogyha egy kicsit ezt a szabályt emlékszem, akkor azonnal látjuk majd ezt a jóságot mindenkiben. És ti mindannyian tökéletesek vagytok, mindegyikőtök abszolút tökéletes. Lehaim. És ugyancsak van egy nagyon különleges csoport, amely, tudjátok, ők is újak. Ez a legfiatalabb csoport, csak az utóbbi időben kapcsolódtak, nem mindegyikük fejezte még be az oktatási központot, de valóban próbálkoznak, és mindig fiatalok, mivel mindig hozzátesztek. Mi tudjuk, hogy a legfontosabb dolog az nem az, hogy boldogok legyünk azzal, ami van, de mint boldogok legyünk azzal, hogy még mit adhatunk hozzá, hogy állandó hozzáadjunk. És amikor azt hiszük, hogy ennyi, már megtettünk mindent, akkor még mindig van hatalmas mennyiség, amit még hozzátehetünk. Még több szeretetet a barátok fele. Tehát ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy bemutassam a csoportot, amely állandóan még többet hozzáad, ami csak lehetséges. Mindig hozzátesz. Bármire gondolatok, még hozzátesznek, újra is hozzátesznek a barátok szeretetben. De drága petaktikvai csoportunk, akik a legfiatalabb csoport, mert állandóan hozzátesznek, mindig úgy érzik, hogy még van mit hozzátenni a barátok szeretetében. Tehát, ha jól látom, petaktikvába kapcsolnak. Vagy a helyszínen valaki, egyelőre várjuk. הדבר שהכי בא לי להגיד לכם עכשיו, חברים, זה לתת לכם לשמוע... אני סרט נקטקטק מונדני ברעתיים, נגיו הרקה פורדיטש. אין סרט נעים תודת נבלתק. הייתי רוצה לחלוק אתכם את ההרגשה של הכנס הזה, של ההכנה לכנס הזה, של החשיבות של הכנס הזה. Egyelőre nem jön a angol fordítás elnézést. Dafka kenes haze pitom itgalu male dvarim kilu akol niya ktsat kashe. Tehát egyre keveredik a fordítás, most inkább oroszul hallom, mint angolul, tehát látjuk, hogy beszélnek petaktikvába, de egyik nyelvet se hallani jól. הכנס הזה זה הכנס הכי גדול שהיה אי פעם. באמת, אף פעם לא היו לי כאלה דברים. היי סינן משה, פורדי טוויד לאטום, דה נמיונת טימטוקו. ודיברנו על מה, למה אני חושב שהכנס הזה הוא הכנס הכי חשוב בעולם. אז אני אגיד לכם, מה שהחברים אמרו, שהכנס הזה הוא מאחד בתוכו כל כך הרבה אנשים, מכל כך הרבה מדינות, מכל כך הרבה פערים, שזה כאילו, אני הרגשתי שזה כאילו התלבש בנו המצב הזה, וכל ההכנה לכנס, כל הדבר הזה, זה מלחמה להידבק בחברים, לתפוס את החברים, בכל הזדמנות, נתנו לך פשוט, בכל צעד להתאפס בחברים, כי אחרת אתה לא מחזיק. וזו המתנה הכי גדולה שאנחנו מקבלים מהכנס הזה.
ההזדמנות להידבק עוד בחברים ולראות את השמחה שיש בחברים. Így megragadjuk a lehetőséget, megpróbálom valahogy kihalani a háttérbe Moshét. Tehát megragadjuk a lehetőséget, hogy a barátokhoz kapcsolódjunk, érezzük a barátok szeretetét, hogy ez a legelképesztőbb dolog a világban, hogy együtt lehetünk a többiek, ez a lehetőség, ez a kongresszus, hogy megtegyük mindezt, ami még soha nem lett korábban elérve. Az összes kamarista erre a pillanatra várt, hogy összekapcsolódjunk és az összes nehézségeink felé, ilyen hatalmas barátok, és akkor biztosak lehetünk benne, hogy sikeresek leszünk. És a nagy barátaink elmondják nekünk, hogy hogyan is csináljuk. Következő srác. Drága barátaink, nyilvánvaló, hogy mi a hatalmas erőt képviselünk, mindennyien összekapcsolódunk a közösségben, egyesülünk mindannyian e körül, amit úgy érzünk, hogy kongresszus Európában. Ez egy újabb lehetőség számunkra, hogy összekapcsolódjunk. Ez nem csak az időtől múlik, elnézést kérek tőletek, de nagyon nehéz hallani. Oké, most már semmit nem hallok. Olyan sok lehetséges állapot, hogy hozzáteszünk még szeretetet, hogy összekapcsolódjunk. Ma reggel csináltunk egy workshopot arról, hogy hogyan győzöm meg a teremtőt, hogy a barátok átmenjenek a határvonalon, hogy áttörjék a maximumot. Hogy tekintsünk a valóságra. Sajnos nem hallom. Köszönjük a lehetőséget, hogy ebben a közösségben részt vehetünk, Leheim haverim. Szóval elnézést, de fordítás nem jött át. És zene. Unidos estamos.
Jó hallani Carlost megint. Meglettünk áltva egy különleges lehetőséggel. Itt a következő beszélőnk az mindig felkészülésben van, állandóan jelen van. Ő nélkül soha nem tudnánk, hol vagyunk. Valaki, aki vezet minket a végtelen könyves polcokra, napirendekre, valaki, akinek hatalmas szíve van, hogy köteljen, olyan szüksége van a fényre, valaki, aki állandóan velünk van. Rebecca egy hölgy, akit nagyon szeretünk, nagyon tisztelünk, és szeretnénk, hogy Rebecca mondjon egy pár szót. Tehát egy hölgyet vezetnék be Jesiva Teverimre, ez is történelmi. Tehát Rebecca, aki egy sziklája az európai csoportnak ezek szerint. Nagyon-nagyon izgatott vagyok, mondja a hölgy, hogy itt állhatok mindennyiótok előtt, az óriások előtt. Ez a kongresszus már hetekkel ezelőtt kezdődött, a felkészüléssel, mindezzel az erőfeszítéssel, a szeretettel, a sóvárgással, amit a felkészülésbe tettünk. És én olyan kicsinek érzem magam előttetek, hiszen látom az egyetlen férfit előttem, egyetlen embert, egyetlen férfit, egyetlen hatalmas szívvel, amely valóban ezt az egy Európát nem csak, hogy lehetővé teszi, hanem valósággá teszi. Ti vagytok azok, akik eldöntitek, hogy a jövő hogyan néz majd ki, és ti vagytok azok, akik megmutatjátok nekünk, hogy a jövő az ragyogó, és tele van fénnyel, és a legszeretettelibb és a legcsodálatosabb környezet, amit valaha átéltünk, és én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy részesévé válhatok ennek, és hogy nézhetlek titeket, férfiakat, amint egyesültök egy elképesztően új módon, ami valóban felfedi a Teremtőt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Lehány. Barátaink, látjuk, hogy ez valami új, amit Európában elkezdünk létrehozni, és pontosan azért tűnik ez így, mivel mi ezt az új formát alakítottuk ki a Yeshiva Teverimre is, amikor hallhatunk a másik oldalról is a nők részéről, akik hatalmas mértékben támogatnak minket, hiszen itt Európában szükségünk van az összes erőre, minden erőre szükségünk van, amivel rendelkezünk. Tudjuk, hogy a nők támogatása nélkül nem sokat tehetünk a gyakorlatban a nők nélkül. Ők ébresztenek fel minket, ők tolnak minket, ők segítenek minket a cél elérésében, mivel ezekkel az elképesztő, csodálatos példákkal rendelkezünk. Az egyik, mely ellen a Spanyolországból, aki ugyancsak készen áll, hogy ossza velünk és benyomást adjon nekünk a cél fontosságából, hogy amit a gyakorlatban mutat nekünk a cselekedeteken keresztül ellen a Spanyolországból. Jól tudom, a spanyol csoport egyik oszlopa. 20 évek óta tanul. Hatalmas barátaim, bátyáim és nővéreim. Valóban így van, hogy nehéz ilyen hatalmas szíven tartó pontok előtt beszélni, de tudjátok, rendelkeztünk mi is nagyon sok problémával a kongresszus előtt, a sok akadállyal, és kifejezetten ezen a héten. Én
nekem meg lett mutatva számtalan módon, amikor az utcán jártam, amikor bárhova mentem, én találkoztam emberekkel, akiknek hatalmas szüksége van, hatalmas kétségbeesésben vannak, és azt gondoltam, miért van az, hogy a Teremtő ezt csinálja? Miért mutatja meg nekem mindezt a hiányt, ezt a hatalmas hiány sóvárgást? És most már megértem, hogy miért. Én szeretném nektek elhozni ezt a sok hiányt, ezt a sok kétségbeesést, mivel ti vagytok az egyetlenek, akik bármit képesek azzal tenni. Senki más a világban nem képes megoldást találni arra, amin keresztül megyünk. Tehát én valóban a generáció legnagyobbjai előtt beszélek, azok előtt, akik képesek ezt a hatalmas ugrást megtenni, képesek ezt a csodát megtenni. És valóban senki a történelem során nem tette meg, amit ti tesztek, amit mi elvárunk tőletek, hogy megtegyetek ezen a kongresszuson. Lechaim. Lechaim. When we talk about the strength, amikor erőről beszélünk, a felülemelkedésről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy egy problémát előrlünk, vagy felőrlünk, ameddig ez eltűnik, amikor példáról beszélünk, amikor hatalmas szívről beszélünk, amely mindig ott van, kivétel nélkül, akkor Karinról beszélünk, egy olyan hölgyről beszélünk, Hollandiából, aki most megosztja velünk a hatalmas erejét, és hogyan érhetjük el a célt. Karennek más másik hatalmas sziklája az európai csoportnak. Wow. Én nem is tudom, hogy mit adhatnék még hozzá. Köszönöm szépen. Wow. Mit adhatnék a testvéreimhez, a hölgyekhez, akik már beszéltek? Volt egy kis idő már, hogy gondolkodjak, hogy mit is mondjak, de már ezt mind elfelejtettem. Tehát csak itt állok, és csak a szívemet tudom megnyitni nektek, és amit látok, azok a mi férfiaink, és ti együtt vagytok, és ti megtesztek mindent, ami a lehetőségetekben benne van, hogy beteljesítsétek a célt, hogy beteljesítsétek a teremtés célját. Igazából ez nagynak tűnik, de Istenem, ti vagytok azok, akik ezt teszitek, és ezt teszitek számunkra, a nők számára, és én olyan büszke vagyok, hatalmas büszkeségtől tel. Igazából ki sem tudom fejezni szavakban, hogy milyen érzés az, hogy lássalak titeket a reggeli leckén, hogy lássalak titeket itt, hogy lássalak titeket a terjesztésben, hogy megtesztek mindent, ami csak lehetséges, hogy elérjétek a teremtés célját, és olyan büszke vagyok rátok. Én azt hiszem, hogy az összes nő nevében beszéltek a világcsoportban, nem csak itt, hanem az összes nő nevében, hogy milyen hatalmas büszkeséget érzünk a férfiénk iránt. Ti vagytok minden, ti vagytok az életünk, nélkületek semmi nem létezik. Tehát kérjük, hogy folytassátok mindazt, amit tesztek, mivel ti hatalmas boldogságot okoztok nekünk, és egy hatalmas lehájmat szeretek mindegyikötöknek mondani, és hatalmas mértékben köszönöm mindazt a felkészülést, amit tettetek a kongresszus érdekében, és hogy mindig itt vagytok számunkra. Lehájm. És ugye ez a hölgy gyönyörűen énekel is, a török sráccal nagyon sok szép dalt írtak együtt. Tehát barátánk, hogy emlékezzünk arra, hogy mi közepén vagyunk, a Kli Olaminek, a világcsoportnak a közepén vagyunk, az egész világcsoport közepén vagyunk, és ugyancsak együtt veszünk részt több tucatnyi tükörkongresszussal. Az egyik tükörkongresszus, amely az egyik legnagyobb orosz-török kabbalisták inváziája Kosztromában. Elképesztő, tehát valahol Kosztrómában, ha jól értem, davaj, tehát Kosztróma, ha jól látom, Szibériából, tehát az egyik legnagyobb tükörkongresszus.
most látjuk őket a képen, Костроме. Друзья, говорите. Kérjük, hogy beszéljenek. Ваши ручки, но хотим услышать вас. Barátok, mi látunk titeket, ahogy integettek, és mi szeretnénk hallani titeket. Egyelőre várjuk a hangot. Hear me in Verona. Hello. Hallottok minket Veronából? Дима, назад вернись. Время слышно? Раз, раз, раз. Дорогие любимые, амичи! Амичи! Hallottok minket, igen, oké, most már hallunk. Drága, szeretett barátaink. Mi szeretnénk elmondani nektek. Nézzétek ezt a melegséget. Mi nagyon boldogok vagyunk mindazzal, ami történik. Szeretünk titeket, egyet hatalmas család vagyunk, és mindannyian együtt vagyunk, összegyűltünk annak érdekében, hogy egyetlen szándékban legyünk, egyetlen közös erővel, hogy felfedezzük az adakozás és szeretet tulajdonságát. Mi szeretünk mindannyiatokat hatalmas mértékben, Ti valóban megnyitottátok a szíveinket, a Leheimmal, a meleg szavaitokkal, a kapcsolattal, amely Európában létezik, az elképesztő. Érezzük itt is Kastrómában, és valóban reménykedünk, hogy elkezdhetjük, és hogy ezt mint egy folytathatjuk tovább, ugyanezzel az erős sovárgással, és hogy felfedezzük majd, hogy ez valóban a legerősebb kongresszus a Leheim, tegyük meg közösen. Most fejeztek be fordítást, tehát lehány mindenkinek, és zene. Connection, this love we cover all crimes.
Ez az, amiről beszélünk. Oké, tehát mivel már nem sok időnk maradt hátra, csak 3-4 percünk van, mi szeretnénk barátokkal befejezni, természetesen mielőtt a leckébe megyünk, és most begyűjtjük a teljes erőnket, hogy felkészüljünk a leckére, felkészüljünk mindenre, amit Rav akar adni nekünk, felkészüljünk az egész fényre, amit begyűjthetünk közösen. És hogy segítsen minket, barátunk Daniel, csodálatos barátunk itt, ő ad nekünk egy bevezetőt ehhez, mindehez. Oké, mondja Daniel, barátaim, drága-drága, szeretett barátaink. Én szeretnék köszönetet mondani a nagyságotokért. Én nagyon hálás vagyok, hogy közöttetek lehetek, és ugyancsak hálás vagyok, hogy érzem a fontosságot, a feladatunk fontosságát, Európában, mivel Európa az egy nagyon különleges hely. Az egy hely, amelynek egy különleges energiája van. Mi, ahogy itt vagyunk közösen, mi olyanok vagyunk, mint úttörők, hatalmas úttörők, mivel rajtunk múlik, hogy felébresszük és lángra gyújtsuk ezt a kontinens, bevilágosítsuk ezt a kontinenst. Rajtunk múlik, hogy mindezt a gyakorlatba helyezzük, ezt a drága dolgot, a mások szeretetét, azt az utat, amely a Tóra útja, az első parancsolatnak az útját, az első micvának az útját. Ez nem véletlen, hogy itt is együtt vagyunk, nincsenek véletlenek. Mi valóban egy hatalmas feladat előtt állunk. Köszönöm nektek, szeretlek titeket hatalmas mértékben. Köszönöm. Drága barátaim. Lechaim. Énekeljük a Hine Matovot. Hine Matov, Shevet Achim Gam Yachad.
Ахим гам яхад, инем атоу манаим, шевет Ахим гам яхад, инем атоу манаим, шевет Ахим гам яхад, инем атоу, שבת אחים גם יחד נינמתו שבת אחים גם Лехаим бенеберух.